Sziasztok, Kriszti vagyok. Sziasztok, Fanni vagyok. Egy nagyon komoly témát hoztunk nektek ma, amiről általában nem szeretünk elgondolkodni, méghozzá az, hogy mi lesz velünk 30 év múlva, mennyi lesz a nyugdíjunk, ha Ausztriában maradunk, hogyan kell ezt kiszámolni, mit tudunk tenni most, hogy ne az éh halál küszöbén találjuk majd akkor magunkat. Kimondottan arra vagyunk kíváncsiak, hogy nőként hogy tudunk odafigyelni arra, hogy mi lesz majd 30-40-50 év múlva velünk. A mai adásban Mikulai Dóra, pénzügyi és biztosítási tanácsadó fog nekünk rávilágítani arra, hogy mennyire kell odafigyelni, hogy mi lesz velünk később, úgyhogy garantált a wow hatás. A megtakarításnak igazából 5 formája van. Az első, gazdagon házasodni, ami azt mondta, hogy aki közületek ennek sikerült, annak gratulálok. A második, az örökölni, befektetési megoldást találni. A következő lehetőség azok a biztosítások. A utolsó forma ez az ingatlan. Régen, ugye a nők 60 évesen mehettek nyugdíjba, ez viszont változott, ami azt jelenti, hogy 2033-ig egy átmeneti időszak van, viszont 2033 után a nők is és a férfiak is 65 évesen mennek nyugdíjba. 3 részre épül. Az első az állami nyugdíj, ahol az éves bruttótok 1,78%-a íródik jóval. A második rész, ugye ez a betriebliche felszolga, ennek 2 része van, az egyik az abfertium neu, az 1,53%-a bruttó, illetve a cég köthet pluszba a betriebliche felszolgét, és a harmadik rész, ugye a legstabilabb része a privát, amit magatoknak tesztek félre. Ugye az éves bruttónk, ahol az 1,78 jóvá érodik, sokkal-sokkal kevesebb. Miért? Mi vagyunk Teilzeit, mi vagyunk Karenz, ami azt jelenti, hogy azok a dolgok, ahol jóval kevesebb a keresetünk, ugye jóval kevesebb íródik jóvá erre a nyugdíjszámlára. A másik probléma, ugye a nők alapból kevesebbet keresnek bizonyos pozícióban, mint a férfiak. A nők statisztikailag 44%-a dolgozik részmunkaidőben, még a férfiaknak csak 9%-a dolgozik részmunkaidőben. Ebből kifolyólag ugye a kereset teljesen más, vagyis a nőknek ebből kevesebb a jóváírása. Ez az egyik probléma. A másik probléma meg ugye a gyes. Amíg mi gyesen vagyunk, addig nyugdíj jóváírás történik, viszont nem a bruttónkból számolódik, logikusan, mert gyesen vagyunk, vagyis nincsen hivatalos bruttónk. Úgymond a gyes alatt van jóváírás, de ez a minimális, illetve a Mutterschutz alatt is létezik jóváírás. A Mutterschutz alatt az régi fizetésünk, vagyis ugye az éves bruttónknak az 1,78%-a íródik jóvá. És ha kiindulunk abból, hogy mondjuk egy férfi, egy átlagkereset Ausztriában, mondjuk olyan 2500 bruttó fizetés, az olyan 1748 nettó. Még a nőknél, ugye általában kevesebbet dolgoznak, vagy rosszabb fizetéssel rendelkeznek, ugyanebben az esetben induljunk ki abból, hogy mondjuk a hölgy 1785 bruttót keres, vagyis 1400 euró nettót. Mind a ketten 30 évet dolgoznak, ami azt jelenti, hogy mind a ketten ezzel a fizetéssel 30 évet dolgoznak. Ebben az esetben a férfinak lesz akkor, ha az éves jóváírás 1,78%-kal mindig leszámoljuk, 1157 nettó nyugdíja, a nőnek meg 904 euró nettó nyugdíja lesz. Csak azért, mert egyszerűen kevesebbet keresett. A gyerekkel otthon töltött évekbe levehetők a nyugdíjba, viszont maximálva van, hogy hány évet lehet maximum gyerekneveléssel tölteni. Elég súlyos következményei vannak hosszú távon, ha őszinték vagyunk. Miért? Mondjuk az, hogy ugye a hölgy, aki az előbbi példánkban 904 eurót keresett, annak a férje ezt az 1400 körülbelül nettó nyugdíjat kapja nyugdíjas korában, és szépen élnek nyugdíjasként. Most általában ugye a nőknek az várható élettartama sokkal hosszabb, vagyis a férje előbb vagy utóbb valószínűleg előbb el fog halálozni, mint a nő maga. Ebből kifolyólag mi fog történni? Az, hogy ezzel a 904 euró nyugdíjból kell megélnie teljesen egyedül. Természetesen ez is igényelhető, viszont ez is maximálva van, ami azt jelenti, hogy ha én, mint özvegy,
nagyon magas lenne a saját nyugdíjam, mert az életemben nagyon jól kerestem, nagyon sokat tudtam félteni, akkor nem fogok özvegyi nyugdíjat kapni, mert ez az özvegyi nyugdíj az én ex-férjem, elhalázott páromnak a nyugdíjából számolódik százalékosan, és attól függ, hogy mennyit kapok, hogy nekem mennyi a nyugdíjam. Mit gondoltak a hallottakról, látottakról? Minket rettenetesen ledöbbentett, mikor először szembesültünk ezekkel a tényekkel. Nagyon durva, tehát én nekem azóta így nem tudom hova tenni. Tehát ezeket az információkat brutál, hogy mi lesz, és most már tényleg nincs az, hogy régi gazdag osztrák nyugdíjasok, nem ez lesz, és tényleg oda kell figyelni, úgyhogy mi azt mondjuk mi is nőként, hogy figyeljetek oda, és tegyetek félre magatoknak a későbbiekre. Már ma. Sziasztok! Sziasztok!